Istenem, Alexander Körtét tettem. Köszönöm, Réka Darling. Negyediket eszem. Imádom. Most nincs vakun. Na, Egon csődiket nem látom, meg a egyik mazsolát. Azok benn voltak, még én kint voltam. Ugye azt lecombolták. Viszont a ribizli és a két mazsika, másik két mazsika itt vannak. Zolika, ahol tudtok, galocsa szépen egy helybe. Oda figyeljetek. Ribizli és a mazsikák. Kezecskéd len legyen, drágám. Tehát galocsasztrap, ahogy engedi a talaj, egyre jobb itt is. Ott még fagyos meg a túloldalt, ugye, mert árnyék van. Tehát, amit nem láttam, Egon csődör, kis mazsola, és a kis Józsikát. Szerintem azt nem. A Józsikára pont odaértem, amikor már ment be, és a nyárin voltam, amíg a Egon csődike, meg a kis Sziluka lement. Ahhoz képest elég jó vagyok. Többit szerintem mind láttam, mint igen. Fönn már törő, hogy takarj, végezegetnek, árbi sétál be Messinával. Jók vagyunk nagyon. Le a kalappal. Hát azért jó, el vagyunk a csikókkal, ott a nyárin mennek tényleg szépen. Azért ez a jó kis talaj, meg hát majd jön a téli pálya is. Azért ez nem rossz. Hát a télin ott majd lehet a tüdőmunka. Hamarosan majd az lesz, hogy oda is megyünk, nem csak a nyárira. Tehát ribizlés a két macsik. Ahol rossz, ott szépen átrappolunk. Ennyi. Nagyon szépen mentek. Két tanoncom. Két tanoncom ügyeske. Törölgetnek, tisztítgatják őket, segítenek etetni, tanulgatnak. Jó dolog. Hát reméljük, hogy lesz belőlük valami. Azon vagyok, megadom a lehetőséget, de a viszonzásul segítenek is nagyon sokat. Egész télen itt voltak. Megmozgatták a padikba őket, fölültek, trap, udvarba, tehát segítség is, na. Ők meg így tanulnak pályára, nem merem kivinni őket, tudom, hogy miért nem. Itt ez az egyik legbiztonságosabb hely, ez a Tóbi. Amúgy is szeretem, meg az egyik legbiztonságosabb. És jó a talaj. Egy kör 400 méter, 10 kör 4000 méter. Hello. Ugye el szoktam mondani magamban mindig. Én sem voltam még, hogy kölcsönt kellett fölvennem, hogy cipőt tudjak venni. Ha, ez van. Legalább végre cipő van a lábom. Kisribizli. Zolika, még egy kör, az kész, halamezzo. Jó van, drágá! Nagyon jó. Ribike is, szőrökék is. Jó lepucolni őket, drágáim, jó? Nem kell már, nem. Drágám, van az a műanyag kefe, tudod? Magatokra húzzátok a boxot, és jó átvakarózni őket. Mert most már jön ám a szőr le róluk, olyan szépek lesznek. Nagyon jó. Hát hallod, egy hónap múlva az arany szőrük lesz az összesnek, amelyik egy kicsit szőrösebb. Szépek lesznek ám. Nagyon, nagyon. Fejlődnek. Másik is. Na jó, ügyessen, drágáim. Ajde.